A hazaiak győzelemmel, a vendégek vereséggel kezdték a rájátszást, így más-más okból, de mindkét csapat számára nagyon fontos volt a mérkőzés. Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, felváltva estek a kosarak, az első szünetre egy pontos paksi előnynél mehettek le a játékosok. A folytatásban támadásban sokat hibáztak a cápák, így nőni kezdett a különbség, a mérkőzés felénél 31-43 volt az állás. Fordulás után sem nagyon változott a játék képe, mindkét oldalon sok volt a hiba, de az atomerőmű eset tartani tudta előnyét. A záró negyedben is megvolt a két csapat között a 10 pont körüli különbség, amely a végén 6-ra olvadt, de a hazaiaknak igazán nem volt esélyük a fordításra. Pető Ákos érthetően volt bosszus a mérkőzés után. Rosszul lehet játszani, de ennyire bután nem. Tehát inkább ez az, ami zavaró, hogy sok olyan dolgot csináltunk, amit megbeszéltünk, hogy nem szabad csinálni. Ennek ellenére fegyelmezetlenek voltunk, és nagyon bután játszottunk. Tehát ez okozta a veszünket, annak ellenére, hogy tényleg a Paks az, főleg az első fél időben nagyon jól dobott kintről, de még így is meccsben voltunk, ha ezeket a butaságokat nem követjük el, akkor más lehetett volna a mérkőzés kimenetel, de hát ez már történelem. A hazaiak vereségéhez a gyenge dobó százalék mellett a 13 eladott labda is nagy mértékben hozzájárult. Rengeteg olyan hibát követtünk el, amit egyébként nem szoktunk. Sok eladott labdánk volt, különösen indítás közben volt fájó elszórni a labdát, mert ahelyett, hogy mi szereztünk volna két pontot, az ellenfél dobhatott könnyű kosarat. Megérdemelten nyert a Paks, mert bedobta a helyzeteit. A paksiak számára nagyon fontos volt a győzelem a kiesés elkerüléséért vívott harcban. Nagyon nehéz időszakon bízom benne, hogy túl vagyunk, mert természetesen ez a célunk, hogy bent maradjunk, de ehhez meg hosszú az út, úgyhogy nekünk nagyon fontos lesz, ha ezt tudjuk újra megismételni, ezt a produkciót leginkább hátul. Nyilván kielezett mérkőzésen vannak ilyen hullámvölgyek, de én azt gondolom, hogy mai mérkőzést megérdemelten nyertünk, azért is, mert mondjuk 38 percen keresztül tudtunk ezt a tervet betartani, amit megbeszéltünk mérkőzés előtt. Úgyhogy gratulálok a csapatomnak, gratulálok hazai csapatnak is, sok siker nekik továbbiakban. Nagy harc lesz meg itt, ez biztos, úgyhogy én szerintem szurkolókra is izgalmas mérkőzések várnak. Az Alsóház másik mérkőzésén a Zalaegerszeg 79-60-ra győzött Pécsen. A tabella élén az ETA 11 győzelemmel megelőzve a 10 siker számláló Nyíregyházát. Az atomerőmű esélynek és a Pécsnek egyaránt 8 győzelme van. A kék cápák szombaton Zalaegerszegen lépnek pályára.